Ja, haladjunk tovább. A feladatokat a zsűri nehézségüknek megfelelő pontszámmal látta el, szétosztható sorban olvasható. Tehát itt van 50 pont. Jó, rendben van. Ezeket a pontokat az adott feladatot sikeresen megoldók között egyenlően osztják szét, tehát 100 pontot érő negyedik feladatot 5 csapat oldotta meg, akkor a 20 pont lesz az elérhető pontszám. Az elérhető sorban az előbbi leírás alapján számítsa ki az egészre kerekített egy csapatra jutó pontszám. Tehát itt nem a megjelenést, hanem magát a pontot kell kerekíteni. Tehát itt az elérhető, nagyon egyszerű. Én így szoktam csinálni mindig, hogy fogom, először megcsinálom, ez az, amit ki kell számolni. Ez ugye 6,25, de ezt kerekítenem kell. Ilyenkor kijelölöm a számított mezőt, nyomok egy Ctrl-X-et, és megfogom, és a kerekítés függvénybe illesztem. Ha nincs itt a kerekítés függvény, akkor további függvények, a mind közül nyomok egy K betűt, és keresek egy kerekítés függvényt, be is írhattam volna. Ugye nem lefel, hanem kerekítés, azt mondta, hogy kerekítsük. Tehát kerekítsük ezt a számot, Ctrl-V-vel beillesztettem a számot, és nulla számjegyre akarom kerekíteni, tehát 6. Itt megint csak simán másolhatom, hiszen rendre itt vannak akkor a pontszámok. Mentsük el. Ctrl-S. A pontszám oszlopban az elérhető sorának felhasználásával számítsa ki, hogy az egyes csapatok hány pontot szereztek. Hát akkor itt a pontszám. Összegeznünk kell a pontjait a csapatnak, de csak akkor, ha megoldotta. Már is, ha kimondtad, végig gondoltad, látod, hogy ez egy sum-ha függvény, hiszen feltétellel kell összegezni. Tehát keressük meg a sum-ha függvényt. Ott a szumha, és mi a tartomány? Hát aminek a feltételt szabom. Minek szabom a feltételt? Annak, hogy megoldott-e a feladatot. Itt van, ha van pontszáma, akkor megoldotta. Mi a kritérium? Hát az, hogy nem üres. Hát ez egy nagyon rafinált dolog, szerintem ez az üres, ugye itt akkor nulla az eredményünk egyelőre, meg beleírom a nem szócskát, akkor meg magyarul a két egymással szembefordított idézőjelet, akkor a nem ürest fogom megkapni. Mit kell összegeznünk? Hát ezeket a pontokat. Na most, 94 pont, ez egy reális pontszámnak tűnik, hiszen összesen elérhető pont szerintem olyan 100 körül lehetett, vagy nem tudom, mert nem elfelejtettük összeadni. Nem is kérte a feladat. Na de, nem vagyok kész a feladattal, mert ezt másolnom is kell. Viszont nagyon szépen a tartomány világos, hogy mindig más lesz. Az úrezereknél is más, a hódítóknál is más a tartomány. A kritérium az a kritérium, azzal nem kell foglalkozni. Viszont az összegtartomány, az elérhető pontszámok összege, az mindig ugyanaz kell, hogy maradjon. Tehát kijelölöm, és nyomok egy F4 billentyűt, ezáltal abszolút hivatkozok erre a tartományra. És most vagyok kész a feladattal. Elmentem,